Szuper, na, úgy látom, hogy elindult a közvetítés, úgyhogy először is sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon. Ez az első ilyen engém alumni beszélgetésünk itt a Facebookon élőben, és sok szeretettel köszöntelek téged, Bia. A mai vendégünk Demeter Bia lesz, aki engémes diák volt junior és senior évben, és aztán most már második éves, ugye második éves, jól tudom. Igen, jó. Második éves a Tilburgi Egyetemen, úgyhogy vele fogunk egy kicsit beszélgetni arról, hogy milyen tapasztalatai vannak, hogy érzi magát, hogy tekint vissza a középiskolás engémes évekre is. Biztatnék itt mindenkit, hogy nyugodtan kérdezzetek, hogyha van Biához vagy akár hozzám kérdésetek. Elvileg itt az esemény vagy a videó alatt tudjátok ezeket föltenni, és hogyha minden jól megy, akkor látni is fogjuk őket, és majd igyekszünk rájuk válaszolni. No, hát akkor szia Bia! Gyors kérdés, mielőtt belekezdünk, igen, hát hogyha csak monitoron is, hogy mi újság most veled, merre vagy, hogy néz ki most ez az online dolog nálatok? Minden rendben van velem. Azt hiszem, pont tegnap volt, vagy tegnap előtt, 2 hónapja, hogy hazajöttem Magyarországra, és pont akkor az egyetemet be is zárták, úgyhogy pont amikor hazajöttem, akkor online-ra került az egész oktatás. Működik, mindenképpen nehezebb így, hogy nem kell bejárni. Nekem nagyon hiányzik az egyetem, mert én amúgy nagyon szeretek bejárni, és emiatt főleg az ilyen extra dolgok, amiket csináltam, amik főleg szervezéssel kapcsolatosak, azok most így, hát szintén online platformra kerültek, de azokat így viszonylag nehéz fenntartani, hogy azokkal így küzdködünk igazából, de a tanulás az megy. Vizsgáim szintén lesznek, úgyhogy úgy néz ki, hogy nem fogok emiatt csúszni, ami tök jó, mert igazából emiatt aggódtam, hogy esetleg valami csúszás emiatt lenne, de ha sikerül levizsgáznom, akkor ez nem lesz. Úgyhogy igazából minden rendben van, itthon vagyok, tanulgatok, ilyesmi. Szuper, na hát. Igen, érdekes kihívások elé néz most az oktatási szektor. És tudnál mesélni egy kicsit arról, hogy a Tilburgi Egyetemre jársz, liberal arts szakon alapképzésben vagy most másodikos, hogy szerintem akkor folytassuk. Ott szakadt félbe, hogy elkezdtél mesélni arról, hogy 6. legnagyobb város Tilburg. Egyébként meg is néztem előtte, és pontosan a Wikipédia szerint 217.600 lakos van. Kíváncsi vagyok abból, hogy ebből mennyi az egyetemista. De akkor most visszaadom a szót neked. Igen, én is úgy tudtam, hogy ez egy 200.000-es város körülbelül. Sose szoktam tudni, hogy ebből mennyi a diák. És nem szeretnék hülyeséget mondani, úgyhogy lehet, hogy most ezt inkább nem próbálom meg. Ja. Én azt mondom, hogy ilyen 40 ezer kör, de ez lehet, hogy nagyon sok, vagy lehet, hogy nagyon kevés. Nem vagyok benne egészen biztos. Igen, én liberal arts-ot tanulok, ami valóban nem nagyon van itthon. Ez egy nagyon mixelt szak. Igazából az a lényege szerintem azoknak való, főleg akik a gimi alatt még nem igazán tudták kitalálni, hogy mit szeretnének csinálni a jövőben, vagy nagyon sok minden érdekli őket. Szóval nekem az volt a fő motivációm ezzel a szakkal, hogy annyi minden érdekelt, azt tudtam, hogy körülbelül ugye a szociológia, pszichológia, szóval hogy így a social science irány az, ami igazán megfog, de valahogy annyi minden szeretem, nagyon szerettem a matekot, nagyon szerettem az irodalmat, és nem akartam magam lekorlátozni, igazából ez volt a fő ok, ami miatt ezt a szakot választottam, és ez úgy néz ki, hogy első évben alapozó tárgyak vannak, azok ilyen humán-szerűek, töri, filozófia, ilyenek, és akkor utána lehet szakirányt választani, és akkor van 5 féle szakirány, és az egyik az a social science, és ez volt az, amit én is választottam, úgyhogy most már egy éve azon vagyok, és nagyon-nagyon tetszik, teljesen beleszerettem. Az első évben kicsit kételkedtem, hogy biztos jó döntést hoztam-e, de... Mint az első, a leges-legelsőben, vagy már a másodikban, amikor kiválasztottad a szakirányt? Nem, a leges-legelsőben azért... Elbizonytalanodtam egy kicsit, és én ezt egy csomó barátomnál, ismerősömnél is tapasztaltam, hogy volt, aki első év után úgy volt vele, hogy fú, basszus, mégse ezt kellett volna választani. És én is gondolkodtam azon, hogy esetleg váltanék, és mégis csak simán pszichológiát tanulnék. De aztán valahogy úgy alakult, hogy inkább kivártam, hogy fog kinézni ez az egész.
És nagyon megtetszett a social science szakirány itt az egyetemen, vagy itt ezen a szakon, mert nagyon sokféle dolgot tanulunk, nagyon érdekesek, és tényleg olyan jó az, hogy a tanulás nem egy ilyen nagyon szenvedős dolognak élem meg, hanem nagyon élvezem. Persze nyilván, amikor vizsgákra kell tanulni, és egyfolytában a tanulás megy, nem azt mondom, hogy akkor is élvezem, de azokat a dolgok, amiket tanulok, azok nagyon érdekesek. Úgyhogy emiatt igazából én nagyon örülök neki, hogy ezt választottam. És láttam, hogy a major mellett vannak külön elektív tantárgyak is, amiket lehet választani. Van esetleg valami, ami nagyon pozitív élmény volt? Esetleg valami, ami nagyon más attól, mint amit egyébként tanulsz? Az a helyzet egyébként pont nálunk ezek a... Úgy van, hogy a legelső fél évben, tehát az első év első fél évében, és a második év első fél évében, szóval a harmadik fél évben lehet egy-egy elektívet választani. És egyébként ezek az elektívek szerintem annyira így... nem annyira jók, azok nekem nem tetszettek annyira. Mind a kettő, amit én választottam, amit első, meg amit harmadik félében is választottam, azok valahogy nem voltak annyira erősek. Szóval sokkal inkább, amit a core tantárgyaim tudnak nyújtani, az, ami igazán bejön. Viszont az a tök jó még a szakban. Beszéljünk, és aztán én itt kérem a kollégáimat, hogy itt a cseten írják, hogy minden oké-e, és akkor mi beszélünk, aztán így jó lesz. Szóval elektívek, és hogy a fő, az, ami a fő kurzus elem, az jobban bejött. Aha, jó. Azt próbáltam éppen kifejteni, hogy nekem szemeszteres tárgyaim vannak, úgyhogy úgy néz ki, hogy a tavaszi meg az őszi szemeszterben vannak a tárgyaim, viszont egy csomó más szakon, viszont negyedéves tárgyak vannak, és például most, hogy beütött ez az itthonülés, és hogy viszonylag kevesebb dolgom van a suli mellett, még felvettem plusz tárgyakat a pszichológia szakról, és azok pedig tök jók. Szóval azokat nagyon élvezem. Van egy fejlődés pszichológia, az nagyon-nagyon érdekes, ilyen nagyon erősen biológiás pszichológia nagyon az én szakomon nincsen, viszont ez tök érdekes. Meg van egy kriminológiás szak is, ami pedig ilyen személyiségzavarokról szól. Úgyhogy az is tök érdekes, és akkor igazából olyan, mintha ott lennék, ugyanúgy ehhez is fölteszik a felvett órákat, és akkor ugyanúgy van hozzá könyv, meg lehet nézni. Úgyhogy így most végül is magamnak kialakítottam a kis elektívjeimet igazából. Úgyhogy ebben szerintem ez az előny, hogy így csomó mindent lehet még mellette csinálni. És hogy éled meg amúgy, vagy a különbség a középiskolai tanulmányok után az egyetemben mennyire más? És mennyire más amúgy külföldön, tehát hogy arra is kíváncsi lennék egyébként, hogy nyilván te ugye nem jártál itthon egyetemre, nem, de hogy esetleg, igen, tehát hogy hogyan látod, hogy miben más? Hát a gimihez képest én egy csomó mindenkin azt tapasztaltam, hogy nagyon nehéz átállni a gimiről az egyetemre. Ezt szerencsére nekem szerintem kevésbé volt nehéz, én viszonylag erős gimibe jártam, és nagyon szerettem már akkor is tanulni, szóval már akkor is nagyon szorgalmas voltam, és rendesen tanultam, és így nem volt nagyon nehéz átállni arra, hogy az egyetemen azért sokszor nem lehet így csak úgy megoldani a dolgokat, de igen, azért egészen más. Szóval máshogy, tehát nyilván a gimiben ott ugyanazokat a tárgyakat tanulod éveken keresztül, itt pedig tényleg általában csak 14 hétig tanulok egy tárgyat, vagy akinek negyedéves tárgyai vannak, az csak 7 hétig tanul egy tárgyat, ami nagyon rövid. Tehát viszonylag gyorsan, nyilván ezek van, hogy egymásra is épülnek, de hogy viszonylag gyorsan kell így a tudást összeszedni, és nem nagyon van arra lehetőség, hogy az ember lemaradjon, mert ha lemarad, akkor utána a vizsgai időszakban kell gyorsan mindent kitalálnia. És nálunk viszonylag kevés idő van, nálunk általában úgy szokott kinézni, hogy vége az úgymond szorgalmi időszaknak, szóval vége azoknak a heteknek, amikor a tárgyaink vannak, és utána azonnal indul is a vizsgaidőszak, szóval nincs annyi idő szerintem így a kettő között talán, mint itthon. Meg itthon az ember magának választja ki, hogy melyik vizsgákat veszi föl nálunk, meg megvan adva, hogy hát ezen a napon van a vizsga, és akkor lehet menni, és egy darab pótvizsga van még később, és akkor igazából ez a két lehetőség van. Úgyhogy ebben azért más mindenképp, mint a gimi. Szerintem, hogyha valaki nem kicsit lazábban veszi a gimit, akkor talán nehezebb utána az egyetem, de ez is szerintem szakfüggő. Az pedig, hogy külfölddel kapcsolatban mennyire más, én itt mindig arra szoktam kitérni, meg szerintem az a legértékesebb dolog
a külföldi tanulásban a tanárok. Szóval az biztos, hogy engem teljesen egyenlő felként kezelnek a tanáraim, és nem úgy, mint egy alattuk lévőt. Tehát, hogy teljesen egyenlőként kezelnek, meghallgatják a véleményemet, szívesen kooperálnak velem, és nem csak kiadják a tanulnivalót, és aztán ennyi, hanem kíváncsiak ránk, és kíváncsiak arra, hogy mit akarunk mondani, vagy mit tudunk hozzáfűzni, és hogyan tudjuk a mi interakciónkkal még jobbá tenni a tárgyukat. És emiatt szerintem sokkal fairebbek is, én ezt is szoktam tapasztalni itthoni barátaim sokszor mesélik, hogy hát igen, le se adta a tanár az anyagot, aztán mégis visszakérdezi a vizsgán, nálunk ilyen sosincs, tehát hogyha véletlenül nem sikerül egy héten valami van, és valamiért nem sikerül egy óra, és nem tudják leadni azt a heti anyagot, akkor általában nem szokták így kiadni, hogy hát akkor tanuld meg magadtól, hanem akkor az nem lesz benne a vizsgában. Szóval mindig úgy alakítják ki, hogy csak azt kérik vissza, amit le is adtak, és szerintem ez tök fontos, meg ez egy nagyon jó dolog. Igen, szerintem kb. Ezek a fő különbségek, amiket így ki tudnék emelni. Ami miatt még nagyon jó szerintem a külföldön tanulás, hogy én biztos, hogy nagyon felnőttem azáltal, hogy ki kellett mennem, és egyedül meg kellett oldanom egy csomó mindent. Itthon valószínűleg még mindig itthon laknék, most is ugye itthon vagyok családban. De kint egyedül kellett laknom, és nagyon sok mindent el kellett intézni, ilyen egészségbiztosítástól kezdve a munkán kívül egy csomó mindent. És ezek olyan élmények, amitől az ember nem is az, hogy megkomolyodik, de hogy igen, kicsit érettebb lesz. De azért ezt látjuk egyébként, mi is ezt megerősíthetem, hogy látszik azért nagyon, amikor még engemes diákok vagytok, már ugye szenior azért ugye ott már azért mindenki végzős, de látszik nagyon a különbség, amikor egy évvel később visszajöttek, azért érződik, úgyhogy ennek nagyon jó hatása van. Amúgy egyedül laksz, vagy többekkel béreltek együtt közösen? Úgy van, hogy első évben Koliban voltam, és akkor ott a konyha volt közös, és akkor ott négy másik emberrel laktam együtt, és akkor egyébként ez egy tök jó koli is volt, én ezt nagyon szerettem, és ott tök jó barátaim lettek a lakotársaim. Viszont onnan egy év után ki kellett költözni, és akkor Hollandiában vannak ezek az ilyen student house-szerű dolgok, ami úgy néz ki, hogy egy ilyen pár emeletes kis ház, és akkor abban van 5-6 akárhány szoba, és akkor ugyanúgy van egy közös konyha, meg egy közös fürdő, és akkor azt használja egy csomó diák együtt. Én négy másik diákkal élek együtt, nem mindegyikükkel vagyok olyan nagyon jóban, de egy-kettővel igen. Tehát, hogy úgy elérdegélünk egymás mellett, de én nem töltök olyan túl sok időt a szobámban, meg úgy otthon, inkább így a kampuszon, meg így a munkahelyem, meg így a világban. Ugye viszonylag ritkán találkozom velük, én általában csak aludni szoktam hazamenni, de igen, nem egyedül. Tehát szerintem az azért jó, hogy úgy hallja az ember, hogy valaki más is így van ott a közelében, akkor szerintem kevésbé magányos ez az egész élmény. De szerintem elég kevesen vannak, hogy teljesen egyedül laknak, tehát általában így a legolcsóbb. Könyvtárazni sokat szoktál? Ha tanulni kell, akkor ezt inkább ott? Igen. Én nagyon nem tudok otthon tanulni valamiért. Most is nagyon meg kellett erőltetnem magam, hogy itthon sikerüljön. Most így sikerül. Viszont igazából főleg az volt a baj, hogy ülök otthon, és akkor hallom, hogy mit tudom én, az egyik lakotásom zenét hallgat, a másik sorozatot néz, és viszonylag vékonyak a falak, és akkor így hallottam, hogy mi történik, és az engem nagyon zavart. És nálunk a könyvtárban van egy olyan szint, ahol teljes csönd van, szóval ott teljesen csöndben kell lenni, és azt imádom, mert ott tényleg tökre jól lehet tanulni, és lehet koncentrálni. Ez nagyon korán fel kell kelni, hogy az ember oda beérjen, és kapja a helyet. Úgyhogy ez elfogynak. De, és mi történik, hogyha valaki elkezd beszélni? Láttál már ilyet? Nagyon csúnyán néznek rá. A hollandok amúgy is olyanok, vannak vonaton is olyan kocsi, ahol nem lehet beszélni, és ott is nagyon csúnyán néznek mindig valakire, aki beszél. És ez általában működni szokott? Igen, ez működik. De van, aki fölveszi a telefont, hát ezt nem is értem. Én nekem azt szokott lenni, látom, hogy valaki hívak, hogy gyorsan lerohanok, és akkor ott veszem föl. De igen, általában ez egy csúnya nézés az, hogy megnézni az igazság szolgáltatás. És hogyha nem könyvtárban, akkor tudjuk, hogy, tehát, hogy sokan suli mellett valamilyen munkát csináltok. Nálad ez hogy alakult így az elmúlt két évben, miket csináltál? Sok és mennyire férez bele a suli mellé, hogy látod?
Sokan szokták kérdezni amúgy, igen. Igen, igen, tudom, ez egy fontos kérdés is amúgy szerintem. Én ugye augusztus végén kezdődött a suli, augusztus végén mentem ki, és akkor szeptember-október után láttuk azt így családdal, hogy hát nagyon el kéne kezdenem dolgozni, és akkor én novemberben el is kezdtem dolgozni, a Koli aljában, ahol laktam, volt egy pizzéria, és csomó ismerősöm ott dolgozott, és akkor oda vettek is föl nemzetközieket, mert Hollandiában viszonylag ez is nehéz lehet találni munkát, de az biztos, hogy egy fokkal nehezebb, így, hogy az ember nem beszéli a nyelvet, tehát nem mindenhol lehet, nem mindenhova vesznek föl. Viszont itt kerestek nemzetközieket, és ott kezdtem el dolgozni, és ott viszonylag gyorsan is ilyen sima pizzasütőből ilyen shift leader, műszakvezető lettem, és akkor ez tök jó volt egyébként ilyen leadership skills, tehát ilyen vezetői készségek szempontjából. Hány fős volt a csapatod? Hát ez változó volt. Úgy volt, hogy egy műszak alatt mondjuk voltunk ketten vagy hárman a konyhán, és akkor attól függ, hogy hétvége volt, vagy hétköznap voltak még kiszállítók, és akkor ők is voltak mondjuk hárman, négyen, öten, hatan, attól függ, hogy mennyire volt zűrös épp az a nap. És egy csomószor volt, hogy a főnököm ott sem volt, szóval így rám bízta az egészet, és akkor nekem kellett így mindent megoldani. Az volt, hogy nehéz volt, de egyébként én élveztem. Egy csomóan azt szokták mondani, hogy az első évben inkább ne dolgozzunk, hanem csak a második évben kezdjünk el, és szerintem, ha valaki nincs rászorulva, akkor ez tök oké. Okay. Az biztos, hogy én nagyon, azért nagyon szerettem dolgozni már az első évben is, mert jó volt a tanuláson kívül valami mást is csinálni. Uh-huh. Szóval tök jó volt az, hogy elmehettem dolgozni, és akkor nem gondolkodtam azon, hogy milyen beadandók vannak, meg mit kéne elintézni, mit kéne csinálni, hanem akkor kicsit kikapcsoltam, főleg azért, mert a pizza készítés amúgy is inkább egy így a kezeddel kell dolgozni, és jól esett, hogy nem, végre nem az agyammal kell valamit csinálni, hanem így kézzel. Meg én tökre beleszerettem abba, hogy így ételt adni az embereknek, szerintem ez egy tök jó dolog. Úgyhogy azt csináltam egy évig körülbelül, ugye nyárra hazajöttem, és akkor dolgoztam egy kicsit nálatok, és utána novemberben, tehát körülbelül egy évet dolgoztam ebben a pizzériában, de egy év után váltottam, mert már nem szerettem annyira ott dolgozni, nem volt annyira jó, váltottak vezetőt, és akkor már nem volt annyira jó a helyzet ott, és nem nagyon tudtam már továbbfejlődni. És akkor váltottam egy másik helyre, és egyébként ezt egy volt munkatársam már ott dolgozott, és ő ajánlott oda be, szóval utána már így kapcsolaton keresztül ment az egész, és azóta is ott dolgozom, és ezt nagyon szeretem is, hát most sajnos nem tudok ott dolgozni, de egyébként, igen, egyébként nyitva vannak, és próbálnak még azok, hogy maradtak túlélni, de ott dolgozom, és novemberben még elkezdtem egy másik munkát is mellette, ami pedig egy egyetemi munka volt, aminek nagyon örültem, mert az tök jól mutat, így minden sokkal akademikebb, tehát az sokkal jobb. Tehát most a pizza is tök jó. Tessék? És ez micsoda? És az pedig has student assistant position, tehát ez egy ilyen tanári asszisztens kb. És két tanáromnak segítek, mind a kettőnek egy-egy ilyen projektben segítek be. Az egyiküknek készítenek egy ilyen felmérést arról, hogy a diákoknak a, hogy mondom, a resilience magyarul. Hát ilyen kitartás, igen, vagy igen, valami olyasmi. Igen, igen. Tehát a kitartását mérik a diákoknak a mi szakunkon első évben, második évben, harmadik évben, és bevezettek ilyen workshopokat, amivel fejleszteni próbálják ezt, és akkor ezt mérik igazából, hogy mondjuk aki végigmegy mind a három workshopon, annak, hogy változik a kitartása. És egyébként ez tök király, tehát nagyon jó, hogy arra helyezik a hangsúlyt, hogy csomószor próbálják normalizálni a kudarcot, ezt én nagyon szeretem például a tanáraimban, hogy nagyon arra mennek rá, hogy a kudarc is része a tanulásnak, ez szerintem tök fontos, és szerintem az engemben is ez elhangzik, és biztosan, hogy erre hangsúlyt tesztek ti is, és akkor ez a diákoknak az ilyen kiértékelő kérdőíveikből csinálok ilyen riportokat, és a másik tanáromnak pedig segítettem egy tárgyához összeállítani ilyen különböző videókat, ott ilyen hosszú interjúkat kellett lekódolnom arra, hogy mikor, miről van szó, és akkor abból most írunk együtt a tanárommal egy tanulmányt, rövidebb tanulmányt, és akkor az meg is fog majd jelenni egy ilyen, a szakon van egy ilyen kutatós ilyen booklet,
és akkor abban ez meg is fog jelenni, úgyhogy ez így izgalmas. De ez csak júniusig van, úgyhogy ott most addig dolgozom. És akkor így most volt ez a két munka egymás mellett, amit szerintem azért tudtam így vinni, mert most a tanulmányaim azért voltak szerintem egy kicsit könnyebbek, mert már tényleg olyasmiket tanultam, amit nagyon élveztem, úgyhogy könnyebb is volt megtanulni, meg kevesebb vizsgám volt, és több beadandóm, és akkor így magamnak jobban be tudtam osztani az időt, és nem az volt, hogy az utolsó pár hétre így nagyon felgyűlnének a dolgok. Úgyhogy én ezt bírtam, de szerintem én elég ügyesen be tudom osztani az időmet, de az biztos, hogy voltak olyan pillanatok, amikor nagyon fáradt voltam, és nagyon elegem volt, de szerintem működik, meg tök jó volt ez a két munka így együtt, és akkor kb. Ilyen, hát 30, vagy ilyen 25 és 30 óra között volt a kettő együtt körülbelül egy hét. Na, ez fontos info, ezt szokták kérdezni, hogy mennyi munka fér bele. Nyilván szakfüggő is nagyon, ahogy ezt te is mondtad, tehát mondjuk, ha valaki építésznek tanul, az nem biztos, hogy fog tudni mellette nagyon sokat dolgozni évközben. Szuper, köszi, én közben itt kapom az infót, hogy érkeznek a lájkok, ami szuper, és biztatnánk minden lájkolót, meg minden nem lájkolót is, hogy kérdéseket is nyugodtan írjatok, illetve úgy látom, hogy egy komment érkezett valakitől, akit te is ismersz, azt írta, hogy hajrá Bia, és ő Gyöngyvér egyébként, aki Biának a mentora volt az engémben még, úgyhogy ez egy jó átvezetés arra, hogy egy kicsit visszamenjünk az időben, és megnézzük azt, hogy hogyan is emlékszel vissza a gimis éveknek ott a végére, ugye junior és senior évben voltál nálunk. Hogyan emlékszel vissza ezekre az időkre? Nagyon jól emlékszem vissza, az biztos. Amik a leginkább megragadtak, az például a nyári tábor, amit én nagyon élveztem abban, most már háromszor voltam, azt hiszem, és az mindig hatalmas élmény volt, de úgy összességében is így megvan az az érzés, ahogy így bemegyek, és akkor ott mindenki annyira vidám, meg befogadó, kicsit elbeszélgetek a recepcióssal, és aztán kezdődik valami tök érdekes program. Igazából így ez ennek az egésznek az érzete még mindig nagyon bennem van, és szívesen is gondolok vissza rá. Így, hogy már másik irodában vagytok, így már nem tudom ezt az érzést újra megélni, nekem annyira a régi irodához kötődnek így az engémes éveim. De az biztos, hogy nagyon sokat segített minden szempontból. Van esetleg olyan, amit így érzel, hogy konkrétan amit tanultál, amit egyébként mondjuk a gimiben nem tanultatok? Az biztos, hogy amikor például jelentkeznem kellett ezekre a különféle munkákra, vagy bármilyen önkéntes programra, vagy bármilyen szervezethez, ha jelentkeznem kellett, azt már nagyon jól tudtam, hogy hogyan kell motivációs levelet írni. Szóval az egy annyira felbecsülhetetlen készség, hogy tényleg annyira könnyen meg tudok már írni egyet, hogy tényleg egy óra alatt így összedobom teljesen simán az egy oldalasat. Pont most egy új munkára jelentkeztem, és arra is így gyorsan össze kellett raknom, és annyira bennem volt, hogy ja, hát tudom, hogy ezt hogy kell megcsinálni, mert az engémen megtanultam. Meg ugye a jelentkezésnél is kellett egy csomót írnom, úgyhogy ott mindenképpen megragadt. Meg a másik két dolog, az főleg a prezentációs, meg az írós készség, mert például prezentálni is van, hogy egy csomószor kell az egyetemen, és tudom, hogy egy nagyon sok szaktársam ezzel így megküzd, meg nehéz kiállni akár 20, de akár 100 ember elé is, és tudom, hogy nekem ez nem volt annyira hatalmas dolog, mert az engemben ez csomószor megvolt, csomószor ki kellett állnom, és már tökre megszoktam. Nyilván azért az egyetemen egy tök új társaság előtt kell, hogy belerázódjon az ember, szóval szerintem nekem se volt ez automatikus, hogy ja, hát akkor kiállok itt az egész világ elé, aztán beszélek. Kellett, hogy ezt megszokjam, de az biztos, hogy az alap az le lett ott rakva, főleg így prezentációkészségileg, de íráskészségileg is. Tehát megírni egy beadandót, és tudni, hogy hogyan kell struktúrálni, az szerintem nem egyértelmű, és ez se igazán tanuljuk meg szerintem a gimiben, mert most a verselemzés az arra nem nagyon van szükségem, pedig én nagyon szeretek verset elemezni. De hogy tényleg az, hogy hogyan kell megírni egy bevezetést, egy befejezést, erre nagyon emlékszem, még azt hiszem a Tominak még voltak erre ilyen órái, amiken ezt tök jól elmondta, és tök jól elmagyaráztátok, meg vannak struktúrás modelljeitek is, amikre még emlékszem, és
és ezek sokat segítenek abban, hogy tök gyorsan és tök simán meg tudjak írni egy eszét. Köszi, van esetleg olyan, ez most ilyen olyan technikai kérdés, most hamarosan indul majd a senior év, ugye a mostani diákoknak, hogy bár azóta ugye változott a program, minden évben fejlesztjük a dolgokat, de kíváncsi vagyok, hogy van-e esetleg olyan, ami még a te idődben nem volt, mondjuk a senior évnek a része, és pedig mondjuk Hollandiába menő diáknak jó lett volna. Tehát esetleg valami olyan, amire szükséged lett volna, és nem kaptad egy meg. Jó kérdés. Aha. Nem azt tudom. Se baj, hogyha most nem jut eszedbe, de majd később megírod. Majd kiposztoljuk a Facebookra. Mindegy. Nem, így most igazából semmi nem jut eszembe, arra emlékszem, hogy az egyik volt diák tartott egy ilyen, akik Hollandiában mennek, azoknak egy ilyen workshopot, és azt gondolom, tök sokat segített, arra emlékszem, hogy ez nagyon specifikusan a hollandokra ment rá, és ott nekem egy csomó minden el lett magyarázva, hogy kell. Azon gondolom, hogy mik azok a dolgok, amikkel szenvedtem, és amikben lehet, hogy... De azok meg nagyon, nagyon helyspecifikus dolgok. Szóval, amit már az egyetemen... Igen, tehát amikkel én küzdöttem, az lakáskeresés, meg egészségbiztosítás kötés, és ezekben úgy igazán szerintem ti nem tudnátok segítséget nyújtani, mert ez annyira ott a helyen derül ki igazából. Úgyhogy ha valami eszembe jut, akkor majd, majd ezt megírom. Én közben nézek ide, hogy van-e kérdés, de nem látok. Még egy picit lehet, hogyha van, akkor írjatok gyorsan. De akkor én föltenném az utolsó kérdésemet így zárásként, aztán meglátjuk, hogy addig érkezik-e nézői kérdés, hogyha lenne egy időgéped, és visszamehetnél a múltba, és meglátogathatnád a középiskolás biát, nem tudom, hogy hányadikost, amit választasz, és visszamehetnél, és mondhatnál neki valami tanácsot, hogy mi az, amit egy kicsit mondjuk csináljon másképp, miben kéne változtatnia, fejlődnie, akkor mi lenne az? Mi lenne az üzeneted? Szerintem azt mondanám neki, hogy ne izguljon annyit, mert az biztos, hogy én nagyon sokat izgultam így a felvételin, főleg ha már így a második két év, hogyha az engimes éveimre tekintek vissza, akkor izgultam, főleg azon, hogy jó szakot választok, hogy biztos, hogy jó helyre megyek-e, biztos, hogy az jó lesz nekem, fölvesznek-e, ilyenek. Úgyhogy én azt mondanám neki, hogy ne izguljon, mert úgyis föl fogják venni oda, hova szeretné, úgyis jó helyre fog menni, és nekünk ezt csomószor az egyetemen is mondják, hogy ne gondoljuk, hogy minden annyira végleges. Szóval attól, hogy elmentél egy szakra, attól még, ha egy év után azt látod, hogy hú, ez mégsem nekem való, akkor nyugodtan válthat. Most nálunk ugye a mester szakválasztás az, ami nagyon megy, és azzal kapcsolatban is azt szokták mondani, hogy csak menjünk, nézzük meg, csináljunk meg valamilyen mester, nem baj, ha aztán nem azzal fogunk foglalkozni, ez tök simán benne van. A lényeg, hogy elvégezzünk valamit, ami azért érdekel is minket. Úgyhogy szerintem ez az alapképzésre is nagyon ráillik, hogy nem kell annyit izgulni. Én nagyon sokat agyaltam azon, hogy mit kérem, hogy biztos jó lesz-e, biztos jó egyetemet választok-e, de jól választottam, és ha meg nem válsz jól az ember, akkor pedig mindig lehet váltani, úgyhogy semmi nincsen kőbevésve. Szerintem én ezzel próbálnám megnyugtatni magamat. Ja, hát remélem, hogy ez a jó tanács most itt befogadó fülekre talált a közönségben, és reméljük, hogy van, akinek segít. Úgy látom, hogy nem érkezett kérdés. Még azért a biztonság kedvéért fölmegyek és megnézem gyorsan a Facebookon is, hogy ott látszik-e. És akkor eddig még pont van idő, hogyha valakinek van kérdése. Már tölt is az oldal. Igen, itt három videót látok, mert közben itt megakadtunk párszor. Nem gond. Nem. Én itt nem látok kérdést a gyöngyvéren kívül, úgyhogy akkor nagyon köszönöm neked, hogy itt voltál, és elmesélted az élményeidet. Remélem, hogy hasznos volt sokaknak. Én is. És akkor hamarosan jövünk újra.
legközelebb kedden, jövő héten kedden fogunk egy ilyen élő interjúval jelentkezni. Iratkozzatok fel a hírlevélre, vagy itt a Facebook oldalom, és akkor kaptok majd róla tájékoztatást. Mindenkinek további szép napot kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Szia, Bia! Hello!